történelmi apróságok. Angolok, akik inspirálták Napóleont. Anglia egyik legnagyobb ellensége, meglepően sokat tudott az angol történelemről, sőt egyenesen kedvelte, egyesek szerint csodálta az angolokat. Számos angol történelmi személyiség tartozott a kedvencei közé, és nem csak katonák vagy uralkodók. Nagy Alfred az első angol királyként számon tartott nagy Alfred sok tekintetben inspirálta Napóleont. Alfred sok energiát fektetett London fejlesztésébe, ahogy a Napóleon Párizs fejlesztette. Az angol uralkodó sikeresen kötött a támadókkal, majd sikeresen terjeszkedett, miközben a népeinek szabadságot adott. Eközben hasonlóan Napóleonhoz számos betegséggel küzdött, amelyeket azonban legyőzött, hogy a királyságára koncentrálhasson. Edgár Napóleon számára Edgár a bölcsesség ikonja volt, egyfajta második salamon, aki konszolidálta az országát, és olyan tiszteletet vívott ki, amely a kiskirályságok főkirályának kijárt. Ezt tekintette példának, miközben fél Európát meghódította. Oroszlán szívű riát. Mivel Rihát király legalább annyira francia is volt, mint angol, őt még könnyebb volt példaképnek tekintenie. A keresztes király szentföldi sikerei viszonyítási pontot jelentettek Napóleon számára az egyiptomi katasztrófa után. Különösen azért nézett föl rá, mert a szentföldről hazafelé menet elfogták és bebörtönözték. Napóleon szerint vele nem egyenrangú férfiak, így hát vereséget szenvedett. Diriád mégis ismert, elismert, és megbecsült uralkodó maradt. Simon de Montfort Montfort egy katona volt, aki harci szakértelmét változtatta politikai hatalommá, miközben egy kormány megreformálására törekedett. Az angol gróf harmadik Henrik alatt szolgált és merész harcosnak és parancsnoknak bizonyult, Végül a király ellen fordult, és más bárókkal együtt átvette az irányítást Anglia felett, mindez azonban nem sokáig tartott, mert legyőzték, sőt egy csatában, meg is halt. Napóleon az egyik legnagyobb angolnak nevezte, és ha alaposabban átgondolja, akkor láthatta volna maga előtt a Waterloo-i is. Oliver Cromwell Kronwelt, akinek a karrierje nagyon is hasonlított az övéhez, szinte csodálta, az alsó rétegekből érkezett katona a nemzetvezető tábornoka lett, megalkotott egy új hadsereget, vagy részt vett a király megbuktatásában és kivégzésében, mindez eléggé hasonlít Napóleon pályafutására is, később Cromwell, látva a kudarcos éveket, Lord Protector lett, amely csak nevében nem király, Napóleon kevésbé volt visszafogott, ő császárrá koronázta saját magát. Érdekes módon, miközben csodálta Cromwell katonai képességeit, felismerte az emberi hibáit is. Harmadik Vilmos Vilmos nem a jelleme vagy személye miatt volt fontos a számára, hanem amiatt, ahogyan trónra lépett. Vilmos úgy léphetett trónra, hogy a nép megbuktatta a népszerűtlen második jakabot, és őt szinte hódolattal fogadták. Napóleon abban reménykedett, hogy Anglia népe őt is úgy látja, mint felszabadítót, köszönhetően a reformoknak, amelyeket meg akart otthonosítani, abban nem tévedett, hogy a nép nem szerette az időnként régensként uralkodó későbbi negyedik Györgyöt, viszont szerette a mentális problémákkal küzdő harmadik királyt és feleségét. Charles James Fox Fox nem volt katona és nem volt uralkodó, ugyanakkor a brit parlament egyik jellegzetes figurája volt, radikális politikusként. Az egyéni szabadság nagy védelmezője és a francia forradalom nagy támogatója volt, még akkor is, amikor az angolok már harcban álltak a franciákkal. Napóleon bal szerencséjére Fox 1806-ban elhunyt, pedig ő talán, legalábbis Napóleon szerint, összetudta volna békíteni a két országot. Azt mondta Foxról, hogy mindenhogy istenként fogadták, mert az emberek tudták, hogy mindig a béke barátja. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz fel.